Jótékonysági kampányt indít a Máltai Szeretetszolgálat és a Pont Velem Hokos Program. A gyerekek a tanév végén felajánlhatják a még jó állapotban lévő, de feleslegesé vált iskolatáskájukat. Ezeket aztán majd megkapják rászoruló gyerekek. Ezzel kezdjük ma, ma estét. Így van, és Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője a vendégünk. jó, jó estét! Jó estét kívánok! Ugye jótékonysággal zárni az idei tanévet, hogy örömmel lehessen kezdeni a következőt, ez a mottoja ennek a mosolytáska kampánynak, amit most indítottak. Milyen alapgondolat hívta ezt életre, hogy a tavaly is tartottak már egy ilyen akciót? Igen, tavaly volt az első próbálkozásunk, az 1300 iskolatáskát eredményezett. Idén a pont velemmel partnerünkkel közösen nekifutva, még szélesebb körben most az ország valamennyi általános iskolájában meghirdettük ezt, ezt a, gyűjtést. A gyerekek egészen az utolsó napig, amíg iskolában mennek, ha úgy gondolják, vagy hát ha a családjuk úgy gondolja, mert kicserélik a táskát, nagyobbat kap, újat kap, valamiért másikra cserélik, akkor leadhatják valamennyi iskolába, és aztán onnan megszervezzük az elszállítását, és a szeptemberi tanévkezdés előtt pedig eljutatjuk rászoruló családok gyermekeinek. Ez ilyenkor hogy néz ki, mi történik pontosan ezekkel a táskákkal, illetve hogyan választják ki azokat, akik ezt megkapják? A kiválasztása a kisebbik része, ne, ne, ez lehet egy picit túlzás, de uh, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Uh, rengeteg rászoruló embereknek a tízezreivel állunk heti szintű kapcsolatban. Az intézmények naponta 15 ezer emberről gondoskodnak a legkülönfélébb területen. A karitatív csoportjaink majdnem még egyszer ekkora mennyiségről, ember, ennyi családról, szegény emberrel tartják a kapcsolatot. Jelen vagyunk valamilyen formában az ország 300 legszegényebb településének nagy részén, tehát megvan az a hely, és nagyjából már tudjuk is, hogy körülbelül hova fog. Az eredménytől függően tavaly 1300 táskát sikerült összegyűjtenünk, az idei eredményétől függően nem a helyek kiválasztása fog gondot okozni. Óriási logisztika van ebben az akcióban, regionális központjaikba kerülnek majd be a táskák, ott átnézik őket, elfogadunk tanszerekkel töltött táskát, üres táskát. Az nagyon fontos, hogy jó állapotú táskát kérünk nem jó az a táska, amelyik egy kicsit foltos, amelyiken nem megy össze a cipzár, vagy amelyiknek levált már félig a füle. Ez különösen fontos, hogy újszerű, használható, minőségi kifogások nélküli táskákat tudjunk vinni. Hogy miért, ha megenged egy aprócska történetet. Az egyik délhevesi településen néhány évvel ezelőtt az alelnökünk akkor ért oda, amikor egy 7 éves forma kislánynak cipőt kért az anyukája, és kiderült, hogy a gyereknek soha nem volt még új ruhája. És az alelnökünk, hogy hallgatott a beszélgetést, megjegyezte, hogy hanyas lába van a kislánynak, és a, amikor a következő városba beért, akkor bement egy cipőboltba, kiválasztotta a legcsillogóbb ilyen barbis rózsaszínű ezüst szögekkel kivert lányka cipőt, és visszament a településre, megkereste a családot, átadta nekik. És a kislány azt mondta utólag, hogy neki az az egész életére meghatározó élmény volt, hogy olyan cipőt kapott, ami még senki másnak a lábán nem volt, és elhatározta, hogy ő az életét arra szeretné feltenni, hogy ezt az élményt másokkal is megossza. 15 év telt el azóta, ez a kislány családanya, diplomás szociális munkás, a Máltai Szeretett Szolgálat munkatársa, és ugyanabban a ugyanazon a településen ebbe a táskosztásban működik majd közre szeptemberben, augusztus végén, bocsánat, tanévkezdés előtt. Ilyen meghatározó élmény tud lenni egy ilyen gesztus. Hát ha belegondol, igen, a rászoruló gyermekek e, e, nagy része, vagy az idősebb testvérlevetett holmiait kapja, tehát a gondot okoz ezeknek a beszerzése. Tényleg e, e, emlékeznek rá ezek a gyerekek, hogyha valamiből újat, minőségit kapnak, e, nem annyira természetes mindannyiuk számára, és ezért nagyon fontos, hogy jó állapotú táskákat vigyünk nekik. És ugye ennek az akciónak is van egy ilyen célja is hogy, hogy vonjuk be mondjuk a gyermekeinket abba, hogy mi most akkor ezt a táskát már nem használjuk, de még szép állapotban van, odadjuk valaki másnak, és ezzel segítünk. Egyfajta tanító szándék is van talán mögötte. Hát szeretnénk az hogyha részesen lennének annak az élménynek, hogy milyen más embernek segíteni. Többen az akcióban kifejezetten van, egy olyan lehetőség, hogy a gyerekek a táska új gazdájának írhatnak személyre szóló üzenetet benne, ha beleteszik a táskába, benne hagyjuk, meg fogja kapni majd az a gyerek, aki kapja. A lényeg tényleg az, hogy, hogy, hogy legyen benne egy picit törődés, egy picit tapasztalják meg. A pont velem, mert ezt hat évet csináljuk egyébként, nem a táska gyűjtés, hanem az, hogy gyerekeket, az általános iskolás gyerekeket bevonni jó cselekedetekbe. Ez eddig korábban a karácsonyi gyűjtésekben nyilvánult meg, az annak hat éves múltja van. Hat éve Valad, mint 50 ezer ajándékcsomag készült általános iskolás gyerekek bevonásával, amivel, amiknek nagy részével személyes kívánságokat tudtunk teljesíteni rászró családok körében, vagy hát a leszakadó településeken élő gyerekek körében. Említette, hogy tanszereket is lehet a táskába tenni. A kisfilm, amit közreadtak abban is, a kisfiú beletesz néhány tanszert az iskola táskájába, és úgy adja át. Milyen tanszereket várnak elsősorban? Mi az, aminek örülnének? Hát általános felhasználású tanszereket nyilvánvalóan, ceruzákat, tollakat, vonalzót, körzőt, az iskolai kellékeket, füzeteket. Csak azt kérjük, hogy azok is olyan állapotban legyenek, mint a táska. Tehát, hogy használható új vagy újszerű tanszerek, és aztán hát amelyik, de az üres táskát is nagy szeretettel elfogadjuk, azt, azt mi fogjuk majd megtölteni még a szeptemberi tanévkezdés előtt. De hogyha telekapjuk, annál jobban örülünk neki. Mert hogy tavaly is volt már tanszergyűjtés, Igen. és idén is lesz tanszer. Igen, tavaly volt az első próbálkozásunk, akkor 1300 iskolatáskát sikerült összegyűjteni, és meglátjuk, hogy idén mire lesz elég a felhívásunk. És mivel készülnek még az iskola kezdésre? Hát a, most a legnagyobb akciónk ez, ez június 23-áig zajlik, addig lehet bevinni az iskolákba. Ennek a szervező munkájával, a logisztikájával a következő két hónap nagyjából el fog menni, de nyár folyamán már, amikor már látjuk, hogy mennyire volt eredményes a gyűjtés, akkor már összeállnak a területi központjainkban a névsorok, hogy kik fogják kapni a táskákat, és akkor augusztus második felében megoldjuk a házhoz szállítását, a kiosztását, és aztán aztán hát egyébként nyári táboraink lesznek, még de az ettől teljesen független. Itt ugye a koronavírus okozta a gazdasági válság, illetve a háború kapcsán ugye a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is nagyon komoly munkát végzett, nagyon sok embernek igyekeztek segíteni, és volt ugye több ilyen figyelemfelhívó vagy adománygyűjtő akciójuk. Mi volt a tapasztalatuk az adományozással kapcsolatban, hogy hogyan alakult az adakozási kedv az emberek körében? Hát a koronavírus csak úgy, mint az ukrajnai háború megnyitotta az emberek szívét, és Rengetegen, rengetegen akartak segíteni, kiki -ki hogyan tudott hozzájárulni a különféle karitatív akciókhoz, de, de gyakorlatilag, mintha egy elhúzódó adventi időszak lenne. Szerintem nem csak a mátai Szolgálat, szolgáltat, többi karitatív szervezet is hasonlóképpen élte meg. Nagyon sokan ajánlottak, ajánlották fel a segítségüket, legkisebbtől a legnagyobbig. Rományi Tamásnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is.